kicsit a magánéletről, ez az én első szerelmem, dr. Stanik László. Az én szerelmetes apám, akit én nagyon imádtam. Vitéz Veres József. Ez az én esküvői képem 1953. július 23-án dr. Vámos Gyulával, az én első férjemmel. Második férjem az én drága kis harcsikám. Ő Kovali Károly. Én vallom és mindig elmondom, hogy a magyar divatipar Keserű János Lének az akkori könnyipari miniszternek nagyon sokat köszönhet. Mert tulajdonképpen, hogy a Magyar Divat Intézet oda tudott hatni, hogy a divatkoordinációs munkákat el tudta indítani, annak köszönhetünk, hogy Keserűné beíratott bennünket, már a Magyar Divat Intézetet, az összes külföldi nyelvű szervbe, a MOL Euróba, az Interpolba, hogy a világ színvonallal egy időben lehessen működni, hogy megtanuljuk azt a divatkoordinációt, ami múlik az, hogy a divat megfelelő időben minden szinten megjelenjen. Most mit névesz? Megnézed a mai televíziós műsorokat, mit látsz a televíziós speakereken, meteorológusokon. Itt van elvágva a ruha, innen fekete, innen fehér, innen ilyen kék, innen. Tehát a kombinációs divatnak most egy másik variációja jött divatba, de ez akkor azért volt aktuális, és nagyon szellemesen, okosan kitaláltak formákat, hogy a különböző anyagokat, amiket a régiekből összeszedtek, meg kiollóztak, mert az már ott avít volt, de ez a része nem. És akkor ezt így letették az elejére, és nagyon szellemesen még egy kézzelőt csináltak meg, hogy a kombináció értelmes legyen. És így mivel balandoztunk, akkor a következő képen. Ezeket a személyeket láthatjuk, akik nagyon jó menőkenek voltak. Novák Tamás középen, Asztalos Éva és Farka Zsófi. Módi film forgatásán a Papszigeten, ahol még Lantos Piroska is szerepel. Lombrádi Éva egy nagyon jó menőkenünk volt, most egy kozmetikai cégnek, és ő maga is kozmetikus. Ez a Kollerma Judit, ott vagyunk a tengerparton. És hol? Ott van Kubában. Kubá, és mint tudjuk, a kalap az öltözék tökéletes kiegészítője. Kedves ismerős Bakos János, néhány tíz évvel később a József Judit galériában készült, amikor a Mesevilág című programot csináltuk, a Divatszövetség, és ebben én, mint elnök szerepelek, és egy nagyon kedves művésznő, és a mesélő nem más, mint Rák Kati.